szép jó hajnalat mindenkinek. Torin vagyok. Ez pedig az Of Blades and Tales folytatása. Lássa. Nagyon sokan vagytok itt. Azt hiszem ez a legegyszerűbb. Úgyis igazából csak a... megszökött. Csak összeszedjük a cuccokat, meg majd azt a bónusz skillt elköltjük. Utána meg azt hiszem visszamegyünk a városba. Megnézni, hogy mit tudunk kihozni. A nem csekély felszerelésből. Az jó kérdés, hogy kell-e ez a mana. Pajzs. Mert nem rossz. De azért fogy a manánk elég gyorsan utána. Hát azért hasznos lesz. Vegyük meg. Aztán utána fogalmam sincs. Azt hiszem... kritikus, meg némi dodge, ez a 4 lesz. Az ugrásnak még talán van értelme, ez sem egy rossz opció esetleg. Jó. És van rengeteg felszerelésünk, amivel vissza akarunk menni a városba. Hát az szerintem belefér a teleport. Az most már hasznos. Oké, mi az, ami nem kell? Plusz egy willpower. A perception nem kell. Dex nem kell. Szerintem az 5% se. Ezeket a bogyókat eladjuk. Orb of Retreat az még kellhet. Azok kellenek. Ez mehet, mert ez semmit nem hoz. Protection. Az még nem egy rossz cucc. Meglátjuk. A Vitality például szintén nem rossz. Meg a 16% XP-se. Kritikus. Valójában nem jó. Ezek egyike se. Erő és két rezisztant. A két védelem, a két páncél az még igen. 16% meg 3 vitality. Elementár rezist az úgy érzem jöhet. Annak látom értelmét kiszedni. Nehéz cipő plusz 3. Olyanom van, és mágikus változatban, úgyhogy az fölösleges. Aztán willpower. Meglátjuk. Ennek azt sem tudom, hogy melyik a tulajdonsága valójában. Jó. Egyenlőre. Nézzük. Ahogy ki se tudom azt a legendás cuccot szedni. A plusz egy willpower nem jó, de kellhet. Plusz egy willpower megint nem egy erős, de még kellhet. Plusz 3 willpower, az abszolút jöhet. Plusz egy perception nem. Ebből a két elemi. Ellenállás. A plusz 5 fizikál. Kiszedjük, de nem érzem olyan erősnek. Ahogy az 2-8-as formában van az a 16. Aha. A
Akkor szerintem a három elemi lesz a választásunk. Innen meg a három vitality. Oké. Plusz 5 fizikai, az ugyanaz, ami most is lenne. Kérdés, hogy mondjuk egy 3 willpowerrel nem vagyok előrébb. Mert de, szerintem előrébb vagyok. Aztán itt a dexet ki lehet cserélni mondjuk egy 3 vitality-re. Oké. Itt kérdés, hogy tudunk-e jobbat? Nem nagyon. Plusz 3 willpower, plusz 1 vitality, meg plusz 5%. Az elemi védelem esetleg, de nem annyira. Jó. Azt hiszem, és akkor a plusz 1 willpower az most már technikailag nem számít. Azokat is kukázhatjuk. Nyugodtan. És akkor a legendás cuccot meg nem tudom kiszedni. Ami nem jó, mert hát azokat a... Tehát sikerült két legendás cuccot találni, egyiket se tudjuk használni. Se nem páncél, se nem. Jó, hát a fegyver az olyan, hogy a 6-8 fegyverből egy lenne jó egyedül nekünk. Úgyhogy azt elfogadom, hogy az nem nagyon jön. Crit vagy combat. És ebben valószínűleg az a 10 az egy darabban van. Plusz 3 strength, dex, stb. Nem. Plusz 3 perception, nem. Ezek se jobbak egyenlőre. Ez meg az előző. Ja, hát így jártunk. Azért egy picit javítgattuk a cuccokat. Egy adag vitality meg willpower az felugrott. Arcane damage 10. Nem sok növekmény, de egy picit nagyobb lett. Oké. Aztán nézzük, hogy van-e itt esetleg egy térkép, össze tudunk rakni egyet. Hát kifizetjük. Hátha. Meg, azt hiszem ezt meg tudjuk most venni, amit itt árulgat. 4-0. És akkor most van 3 pán cuccunk is. Egy epic, egy ritka, meg egy normál. Oké, 5-4, 4-0. Oké, 3-5. Az, ami ott nagyon lent van. Bár most már egyébként az is oké lenne. Aztán 5-4. Ide. Megnézhető az is. És 4-0. Ott voltunk az előbb, remek. Oda akkor el tudunk ugrani. Hát akkor azt a 4-0-nál lévőt azt nézzük meg. 3 fa, meg 2 kivágott fa. Majd meglátjuk, hogy ezt mennyire könnyű megtalálni. Oké.
egy fölösleges fába bele, vagy sérülésbe belesétáltam. Nagy növény. Kezdem járnunk az időnk. Hát akkor azért az időt ugorjuk. Annyit tegyünk meg, hogy várjuk meg a reggelt. Persze most nem annyira szép az idő így. Hát majd meglátjuk. Oké. Hogy volt az a térkép? Három fa meg két kivágott. Mondjuk ez... Az a baj, ez körülbelül a bárhol lehet egyből az adódóan. Ja. Gyere! Nem olyan vészes eddig. Jó. Sajnos most kettő jön egyszerre. Ahogy ez így belefér. Az meg főleg, ha ez ilyen lassú. Jó, ha bárki látja a megfelelő helyet a fára, vagy mi az a cucra, akkor szóljon. Aztán majd annyival beljebb vagyunk. Mert ez egy eléggé reménytelennek érzem. Oh. Azt simán kilőhettük volna. Azt a bogárkát. Pedig nem ártana. Ha tudnánk szerezni ilyen kajabogarat. Mert elég sokat utazgattunk ugye most. Oh, hello! Itt van két ilyen kivágott valami, az mondjuk legalább már hasonlít arra, amit keresünk. De a három fát azt nem látom. Amit elvileg szintén meg kéne itt találnunk. Egy ilyen gyógyítót azért felszedek, hogy ne abba futsunk bele, hogy egyszer csak kifogytam HP-ból. Jó, hát ha itt több mint ketten vagytok, akkor azt hiszem nyugodtan lehet használni ezt. Remek! Még egy adag bónusz ebből. Na, már csak tényleg az a kérdés, hogy bárhol belefutunk-e olyan... Itt van egy elég nagy terület, amit elrejt. Szerintem oda kéne mennünk, úgy érzésre. Ott lenne a titkos kis csapdánk. Oké, ez még egy loot is. Ah, egy törmelék, egy ilyen térkép darab. Másik irányba lehet egy további, még elrejtettebb terület. Ez tűnik olyannak. Három fa meg. Nem kivágott rönk, hanem kő, de... Határozottan olyan kinézete van. Itt. Itt mondanám. Oké, nem ezt vártuk.
Megvan. Megvan. Megvan, megvan, megvan. Juhú. Lássuk. Csomó arany. Egy jó cucc. Már igazából csak eladás. Egy kiváló kard. Plusz 5 erő. Már csak az kéne, hogy a erő az érdekes legyen számomra. Láthatatlanság ital. Hát, technikailag nem hasznos most és nekünk, de maga a loot az megérte. És mondjuk, ha témába vágó lenne, abszesz mellé, akkor azért az abszolút egy jó lépés lenne. Azt abszolút el tudnánk viselni. Na hát, működik. Nem egyszerűen, de működik. Oké, és akkor azt hiszem egy... Van ezen a térképen egyébként titok? Nem, nincs. Jó. Akkor... Oda kettőért el tudunk menni. Hát az túlzás, hogy messz mindjárt szintet lépünk. Mert vagy fél távra vagyunk. Jó, ez gyakorlatilag csak mentés és mi egyéb. Időnk még van. Azt a bogárkát mondjuk jó lett volna megcsípni. Ha már itt settenkedik. Oké, némi küzdelem árán lehoztuk. És azt visszakaptuk a kettőt. Ó, és ott egy gyógynövény. Azt azért ne pazaroljuk el. Meg egy ilyen másik gyógynövény, bár azt ritkábban használjuk. Az kevésbé kritikus. Oké, hogy állunk? Ott van egy potenciális titok, amit még nem találtunk meg. És azt hiszem itt van egy, meg itt van egy a másik kettő térkép darabunk. Na, menjünk, nézzük meg. Igazából nem nehéz terepek. Oké. Legyen így. Ahogy volt itt még egy szörnyike. Két gyógyital, az kimondottan szimpi. Két viszonylag rendes gyógyital. Azt hiszem itt valahol van egy... máshol nem nagyon lesz pihenő, úgyhogy abban ugorjunk be azért abba a pihenő helyre. A mentés kedvéért. Aztán meg másszunk keresztül. XP-t egyébként. Ja, ugye ez annyira kevés, hogy ezért nem is kapunk XP-t. Nem azt mondom, hogy kihívás, de... De azért az úgy durva, hogy... Szó szerint semmit nem kapunk. Annál azért nagyobb ellen... Ezért kaptunk mondjuk. De a legtöbbért nem. A legtöbbért szó szerint semmit nem kaptunk.
Ó, oh, hello, Ilyász! Tevel egy csúnyád rád futottunk. Meg egy gyógynövény, az is jó. Még egyébként lassan meg is esszük, főleg így, hogy még egyet találtunk. Na, mi vagy? Au! Ebbe belefutottunk. Oké. És akkor irány a szomszédmező. Ezért még kapunk, ott egy gyógynövény jöhet. Bogár. Nem ezt akartuk, de mindegy, belefér. Az hasznos. A sétálásainkhoz jól fog jönni. A gyors mozgáshoz. Kezdünk esteledni? Igen. Jó lenne itt egy pihenő helyet találni. Vagy valamit. Nem pihenő helynek tűnik. De megtaláltuk. Ó, de sokan vagytok itt. Szerencse oltár. Oké. Annyira még nem is szerencsés. Oké, ezeket kiszedtük, azzal meg majd csak meg leszünk valahogy. Oké. Egy értékes kaja, egy értékes növény. És akkor vissza itt az oltárhoz. Bogyókák, más egyéb, semmi. Egyszeri, de és permanens bónusz. Oké. Kaptam plusz egy dexterityt. Oké. Hasznos, de nem annyira. Hogy őszinte legyek. Oké. Okay. Szomszédban van még valami. Legyél vele boldog. Semmi egyéb. Ha nézzünk át. Aztán meglátjuk. Délre is vannak dolgok. Level 6, az már egy picit azért a kevésnél több. Az azért már nem a csak úgy oda megyünk és megesszük téma. Azzal már küzdünk, azzal már harcolhatunk egy jót. Főleg amíg keresgéljük, hogy mi és hol. Ez még egy blokkja volt. Mondjuk meg tudjuk enni, de egyértelműen nem olyan könnyen, mint szeretnénk. Hello! Bogárka. Oly, jó, így kimondottan jó lépés volt ez. Ó,
Szerencsére túléltük, de ez lehetett volna csúnyább is. Oh, hello, robbanó akármi. Téged szerencsére megláttunk időbe. 300 sötétre. Most itt kóricálunk a erdőben az éjszaka. Ó, oh, ez nem volt jó ötlet. Ebbe csúnyán belefutottunk. Ezért lenne jó, ha nem most kóricálnánk, de... Hát így jártam. Most éppen nagyon sötét a pálya. Hát nem lett világosabb. Ott talán ott, bár ott inkább csak kövek. Ki tudja, hogy mi és hol a titok, amit keresünk. Eljutottunk a széléig a pályának. Van itt egy ilyen szörnyikegyártó, vagy csak egy magányos bogár? Ott a szörnyikegyártónk. Oké. Ezt egyenlőre megettük viszonylag könnyedén. Úgyhogy ennek örülök. Lassan lejár az az éjszaka, de csak nagyon lassan. Aztán megtaláltuk. Oh. Valószínűleg ott egy mágus. Oké. Ezt megettük. Oké. Hát valójában nem oké. De megküzdöttünk vele. Ja, két bogár az jöhet. Te meg adj nekem, ennél jobbat vártam. Egy levelhet... egy hatos maci, meg egy hetes, hatosi, hetes, van gyógyításunk. Az a gond, hogy van ott még egy. Hogy járok ezzel jobban? Oké. Azt hiszem belefér az, ha még egy kört várunk. Igen. Akkor mindenkit meg tudunk ütni. Annyival beljebb vagyunk. Jó, így ki tudom ütni az íjászt. Ami azért nem egy rossz lépés. Teleporttal elugrunk. Csak egy kicsit bombázgathatjuk ezeket. Kap most még egy ilyen robbantást. Akkor szépen menekülünk. Egyel elszámoltam, de simán megvoltunk. Ahhoz képest. Hogy ebből rosszul is lehetett volna kijönni. Hát te hogy itt még bőven vannak. Hogy itt még bőven vannak. Oké. Ez nem annyira tetszik, hogy ő ott ijászkodik rajtam. Folyamatosan. Aznak nagyon szerencsém volt, hogy az a másik íjász az valamiért
nagyon közel jött hozzám, különösebb indok nélkül. Növel egy tárgyat, még nem tudom miben, de majd meglátjuk. Egy jó cipő, egy elemi bot, sajnos nem elemi mágusok vagyunk. Ahogy itt van egy lejárat gyakorlatilag. Léptünk szintet? Még nem, de mondjuk jó lenne egyébként, ha itt kitermelnénk egy szint lépést. Mert most már nagyon messze nem vagyunk tőle. És az úgy érzem azért segítene a esetleges barlangászkodásban, amit itt megejtünk. Úgyhogy mielőtt Ajaj, délről is jönnek. Oké, most azért egy adagot likvidálunk. És ezt mondjuk kihagyhattam volna. Majd egy kicsit jobban sakkozom, viszont elvileg ezt most kiszedtük, ha megtalálom a bogyót, és abból szinte biztos, hogy szintet lépünk. Yeah! Hát az intelligencia, azon nincs mit cifrázni, és az növeli a mágus képességünket. Meg megérkezik a reggel, abból kapunk egy új képességet, igen. Ugye, elkölthetjük, ahogy ott volt egy doboz. No. Ha jól emlékszem, kihúztuk teljesen. Az mondjuk egy... Ahogy ahol sétálunk, ott tüzet hagyunk magunk után. Vagy hogy van. Lehetne. Többet sebzünk. Ez az elemi fagy bottal való támadásnál növeli. Elemi sebzés, elemi sebzés. Ez adja simán a manát. Ez íjászkodás, hát... Ezek meg mind harci cuccok, aznak semmi értelme. Jó. Akkor a kérdés, hogy ezekből melyik kell nekem. Melyikkel járok jobban. A maga a képesség valószínűleg egyik se kell, hogy őszinte legyek. Nagyobb crit, az mondjuk azért tetszik. Ez meg kis dodge, az se rossz. Utána még dodge, és még dodge. Ó, és mozgunk gyorsabban, az nagyon durva. Ahogy ingyen cserélünk fegyvereket, az sem hangzik rosszul, de a plusz egy mozgás az tényleg megdobja a helyzetemet, úgyhogy szerintem ebbe az irányba megyünk. Maga a skill... Mondjuk még egy ugrást kapunk, az nem árt. Azt azért el tudom viselni. Na, lássuk, mit kapunk itt a gödörbe. Na, ez már inkább fest egy valódi dungeonnak.
Oké. Egy ládika. Na, az a gyógybotyok, az visszajön. Fröccs! Ezt egész olcsón megúsztuk, ezt a bandát. Oké. Na. De sokan vagytok oda bent. Oké. Kezdünk sok HP-t veszteni. Pár kört várjunk. Bogár, gyógynövény, annak örülök. Azt hiszem megvan a lejárat. Belefutottam a csapdába. Kell valahonnan egy kulcs. Akkor irány a másik irány. Ez ilyen... Igen, volt csapda. A jel mutatta, csak attól még nem látom, ha nem látom. Hiába mutatja. Hogy az abszorb az csak egy viszonylag nagyot jelent, nem végtelen. Oké. Három aprólék az különösebben nem izgat. Azok a tűzbogyók, azok igen. Na, ez már mindjárt jobban tetszik. +1, +1, +3 helyett. Jó. 2+2-es, meg egy harmadik opció, ami nagyon jó, a 25% crit. Valószínűleg kettőből jön össze, de ki tudja. És +5 alapsebzés. Ez abszolút tetszik. Abból még ott kinéz egy jó új fegyver. Sőt. Aha. Tizenheteket sebzünk. Hú. Kicsit ki kellett sakkozni. Jó. Na hát ez tetszett, ez a csapda például. Ez határozottan egy szimpi valami volt. Oké, ugorjunk egy picit. Robbantsuk fel azt az egészet. Aztán majd meglátjuk, hogy mi van még a pályán. Ja, hogy semmi. Whoopsi! Azt hiszem ez bejött. Az előreugrás az bejött. Kaptunk egy fincsi
Ja, hogy a normál kijárat. Csak most látjuk valamiért. Itt valahol lesz egy csapda. De hát aktiváljuk. Jó. Együnk valami ilyen... Ne, egy második csapda is kinéz. Nem. De hát hiába látom, hogy van ott egy csapda. Ha. Ha utána muszáj vagyok rálépni. Ha nem akarom cifrázni a helyzetet. Azt hiszem ez a kallantyunk. Ott mintha lenne egy csapda. Nézzük meg. Na, nincs. Érdekes, ide tudok menni, de tovább már nem. Lehet, hogy ott jön valami szembe. Vagy van valami távolságkorlát itt a automata mozgásba. Meglepne, de nem lehetetlen. Hát ez egy kicsit zavar, hogy annak nincsen. Hogy hívják, ja? Ó! Oh. Ugorjunk. Ez nem annyira segít rajtam. Az meg főleg nem, hogy visszadobott a zónába. Igyunk egy gyógyitalt, mielőtt meghalunk. Azt talán megütjük egy menetbe, és akkor simán le lehet harcolni, jó. Meg itt majd valahol lesz szerintem egy csapda, de az még már tényleg mellékes. Plusz 3-as páncél. Egy darab plusz 3-as van most is rajtunk, de az csak 3 akármit ad. Ez meg 5-öt. Ugyanúgy willpower. Hát akkor ez sima üliva. Ez szimplán jobb. Szimplán jobb. Szimplán jobb. Remek. Nincs. Van még 60 akciónk a aktuális gyógybogyóból. Nézzük. Oké. Azt hiszem néhány ellenfél porulját. De lehet, hogy csak dobozok. Szerencsére a loot nem hal meg. Hát ha lenne, hogy hívjákunk, skillünk ezekre a csapdákra. Jó, itt tudom, hogy belesétálok. Vagy nem? Pedig ez a jel szinte mindig azt jelentette eddig. Hogy ott csapda vár. Oké. Amikor a páncélos nyavajával is simán el egyegyezünk varázslóként, az mókás. Az mókás. Dobóbogyó. Oké. Okay.
ezeket kilőttük. Ezt ki szeretném szedni. Ugorjunk ide. És akkor most megvan. Remek. Némi sakkozással sikerült elkerülnünk ezeket a nyavajákat. Ó, még egy ilyen gyógynövény, annak örülök, mert úgy is kell még egy lassan. Sőt, nem is lassan, hanem már most. Ja, csapda. Így jártam. Ott lesz egy pihenőhely, ha jól látom. Akkor mondjuk, ha tudom előre, akkor lehet, hogy nem kellett volna megenni a... Hogy hívják ott? Ja, hogy ilyen. Nem is láttam. Hát, varázsló, te magadban nem vagy kihívás. És nem pihenőhely, csak nekik. Nekik pihenőhely. Tippeljük meg, hogy itt egy boss fight lesz. Nem tudok rá készülni. De egyébként azt hiszem igen. Az a baj, nem látom a HP-ját. Mert attól függ, hogy meddig mehetünk. Vagy nem. Ha-ha. Oké, erős volt, azt azért nem tagadjuk. Oké, valahol van egy kallantyú. Nem örülünk, nem örülünk, nem örülünk, nem örülünk. Ugorjunk. Ide. Ez rossz irányba mozdott. Mind a kettő. Jó. És akkor jók vagyunk, és akkor tényleg ez boss volt. Sok-sok zseton, 1300 arany, egy újabb Book of Dirty Tricks. Na, megvan egy ilyen elvesztett cucc, az egyik, ami kellett nekünk. Ennek örülök. A másikat nem találtuk meg, ha jól emlékszem. Plusz 3-as cuccok, hát, meglátjuk. Ez meg... Fene tudja. Fene tudja. Valójában nem jó. Az a baj. Valójában nem volt egy jó felszerelés. Na mindegy, meg vagyunk ezzel is. És akkor azt hiszem, ez lesz a zárás a részünkről. Még kimegyünk nyilván egy van meg északra egy crawler cave-be, de ezek szerint nem ott van, ahol nem abba a cave-be, ahol én gondoltam, mert ott nem volt, vagy én nem találtam meg. Az utóbbi az probléma lenne, de meglátjuk. Vagy ott van valahol egy másik crawler cave. Meglepne. Bár most nyilván itt valahol lehet, nem nagyon. Nem nagyon lehet. Ha még itt lehet esetleg valahol. Itt van egy titok.
Majd meglátjuk. Egyszer valamikor. De azt hiszem most mentünk, és már ennyi volt. Na, ez egy szimpatikus barlang volt. Meg jó kis quest. És azért az XP-nket jól megdobta, plusz ez a fegyver az majdnem megéri. A helyi legendás cucc nem az volt, de ez nagyon jó, főleg ha a Perception Dexterity-t le tudjuk valami értelmesre cserélni. Ezek nem azok. Ezek nem annyira azok. Nem annyira találunk, hogy hívják ott. Ilyen intelligencia meg willpower. Mondjuk ebben van egy plusz 3-as willpower. Az azért majd jól fog jönni ide. Szerencsére ugyanaz volt a jobb páncélba. No, hát innen folytatjuk, már ennyi.